Gyilkossággal vádolják Oscar Pistoriust, a dél-afrikaiak művégtagokkal versenyző atlétáját, aki hajnalban lelőtte a barátnőjét. Az első hírek szerint Pistorius véletlenül támadt rá modell barátnőjére, de a legújabb információk szerint előre megfontolt gyilkosság lehet a vád. A 30 éves nőre 4 lövést adtak le hajnalban, melyek a fejét és a karját érték. A járőröknek már korábban is volt dolguk a pár otthonában, mert sokszor veszekedtek. Oscar Pistorius nevére 2008-ban figyelt fel a világ. A férfinak egy születési rendellenesség miatt még gyermekkorában amputálták mind a két lábát. Ennek ellenére futó lett, és 5 éve nagy jogi csatában a teljes Nemzetközi Atlétikai Szövetséget legyűrte. Így ő volt az első a sporttörténelemben, aki két művégtaggal versenyezhetett a teljesen egészséges sportolók ellenében. Tavaly a londoni olimpián a 400 méteres síkfutás elődöntőjéig is eljutott. Az ismerősei szerint mindig kifogástalan modorú fiatalemberre, nem csak hazájában, de világszerte sokan tekintettek példaképként, így sokként érkezett a hír. A rendőrség őrizetbe vette a férfit, méghozzá gyilkosság vádjával. Az incidens körülményeiről egyelőre nem sokat tudni, beszámolók mindössze arról szólnak, a férfi a barátnőjét 2 lövéssel lőtte le ma hajnalban pretóriai otthonában. Egyes magyarázatok szerint a sportoló betörőnek vélte az egyébként modellként dolgozó nőt, ezért dördültek el a végzetes lövések. A Daily Mail brit lap úgy értesült, hogy Pistorius párja a Valentin nap alkalmából akarta meglepni a férfit, ezért osont be a házba. A rendőrség egyébként nem gondolná, hogy betörőnek nézhette a nőt a sportoló. Elmondták, hogy a helyszínen már korábban is voltak incidensek. A dél-afrikai köztársaságban a legrosszabb a közbiztonság a világon, ezért sokan tartanak otthonukban fegyvert. És arra is volt már példa, hogy valaki tévedésből lőtte le hozzátartozóját. 2004-ben egy rögbijátékos saját 19 éves lányát lőtte le, mivel azt hitte, hogy az autóját próbálja meg ellopni az éjszaka közepén.